Tehát Kata, a lengyelői világkupán az első nap sikerült feljutnod a 64-es táblára. Mi a véleményed erről a napról? Hát az a véleményem, hogy sajnálom, hogy a körben 4-2-t csináltam, mert mentálisan egy kicsit meginoktam a körben, és így becsúszott egy-két vereség. Ez azért lett volna jó, hogyha megnyerem az összes asszómat, mert akkor 64-es táblán egy verhetőben ellenfelet kapok, és így ezáltal így talán előrébb is tudtam volna végezni. Viszont pozitívum az, hogy viszont így vívhattam két olyan asszót, ami ilyen nagyon tanulságos volt. Illetve vívtam egy nagyon jó vívóval, és ezáltal így fel tudtam térképezni, hogy kb. Milyen szinten állok, meg milyen irányba kéne még fejlődni, szóval tanulságosnak tartottam ezt a versenyt. A második nap viszont már nem sikerült annyira jól, az első asszóban vereséget szenvedtél, és mit gondolsz, min kéne még változtatnod? Hát az a véleményem arról az asszóról, hogy az első harmad az még egész jól sikerült, és utána szerzett egy kis előnyt Gyembrik, egy észt vívó, és utána én nagyon bebástyázta magát, és nem adott sok tempót, én meg olyan akciókat csináltam ahhoz meg, amihez kellett volna egy jó tempó, hogy én azt rendesen végre tudjam hajtani, és így türelmetlenül sokszor így elindítottam, ezáltal én bekaptam ugye még több tust, és a végén ezt nem tudtam megfordítani. Szóval szerintem sokkal türelmesebbnek kellett volna lenni, illetve más akciókat kellett volna választani. Csapatverseny. Ugye a franciák ellen ott nem vívtam, a lányok azok nagyon ügyesek voltak. Sajnálom, hogy egy tussal kikaptunk. A csapategységnek ezt így nagyon jónak tartottam, tehát szerintem így nagyon jól kijövünk egymással, és ez hosszú távon nagyon jól fog működni. A svájciaknál ott volt egy olyan asszó, ahol kicsit okosabban kellett volna vívnom, viszont a többi asszóval én meg vagyok elégedve aránylag. Tudtam azt vívni, amit akartam és tudok, szóval szerintem az jó volt. Köszönjük szépen, és gratulálunk az eredményet. Köszönjük!